Dermot Mulroney, Barabás Kis Zoltán, Lily Taylor, Riha Zsófi. Fegyveres őrangyal. Készen vagy? Most George, világíts oda! Ennyi elég lesz. Igen, papa. Elég jó fogás, nem igaz? Ügyes voltál a lámpával, fiam, csak így tovább. Magyar hangok. Kisfalvi Krisztina, Harsányi Gábor, Sáfár Anikó, Áron László, Varga Tamás, Kardos Gábor, Várkonyi András. Magyar szöveg Kozák Ágnes, hangmérnök Hegede Béla, gyártásvezető Borkesz Andrea, szinkronrendező Győrvári Judit. A szinkron az Intercom megbízásából a Syncton stúdióban készült. Producer Csaba László. Mennyi? 43. Vadkacsa, többnyire tojók. Vadőrt láttál odakint? Persze, láttam mindet. De engem egyik se. Milyen a vasút, Jack? Megjárja. Rendszeresen fizet. Kösz, Bill. Zene Christopher Young. Fényképezte Elliot Davis. Írta Richard Ford. Rendezte Michael Fields. Szóval, mi a terv? Megspóroltam 3 kacsát, kisüthetjük. A változatosság kedvéért. Lebb meg anyádat. Jó, örülni fog neki. A levegőből nem élünk meg, he? Aki dolgozik, egyen is. Igen, gondolom. Igen? Legközelebb majd a vízben állítunk csapdát. Nem teheted, nem engednék, hogy megint megtedd. Gyere ki, mutatok valamit. Figyelj, kimegyek Claude-dal egy kicsit. Mindjárt jövök. Csak ne szarakodj, oké? Nem ülök itt egész nap. Nem fogok. Ígérem. Na, mi van a vénfaszfej, mely? Mi van? Ja, Sherman kiurcolt egy csajt a motelba, ami nem szokatlan. Tegnap újította a luvnyát Evrőből, de reggelre ráunk. Persze kit hív fel? Hm? A fiát. Nem bánom, megszabadítom a csajszitól. Bár gondolom, te nem vagy rá kíváncsi. Nem is tudom. Azért meglesem milyen. Sherman mindig elfelejti, hova dugja. Turbo nyomás. Rajta, gyújtsd be a rakétát!
jön ez a szoknya pecén. A nagy indián. A tiszta lelkiismeret nem lelkiismeret. Oh, részegek vagytok, mint a csap. Nem. Nem vagyunk részegek. Haza kell mennem, de azonnal. Hazel azt hiszi, még mindig Herdben vagyok. Talán igen. Talán mind ott vagyunk. Hogy hívják? Lucy. Kedves lány. Kanadai. Na, te tetszettél neki. Talán én is fogok. Mindjárt idehozom. Csak nem ajándéknak szántad. Most mit csinálsz? Elviszem innen a csajt. Azt hazudja, hogy később még találkoznak, de nem. Meg kell szabadulnom tőle. Talán megölöm. Egy indiánnak azt kell tennie. Vagy nem ezt várják el tőle? Na jól van, fiam. Itt van egy kis költőpénz. És pofa be. Na hát, itt vagyunk. Ez itt Lucy, ez Claude a fiam, ő meg a barátja George. Egy-két óra múlva visszajövök. Erezd be, Claude. Nem akar velünk jönni. De igen, akar. Én nem. Nem ülök hátra. Nincs is hátul ülés. Akkor ülj előre. Van hely. Na rajta. Ügyesen. Hello. Hello. Aztán nehogy valami baj csinálj nekem, mert kitöröm a nyakad. Éhes vagyok. Rám is költhetnél abból a pénzből, nem igaz, nagy menő? Szarok rá, hogy éhes vagy-e, vagy nem. John. Épp melletted jöttem el. Egy kocsi áll a háznál. Gondoltam, kimész a szarvasöröddel megnézni, mi folyik ott. Mi van, elloptál valamit? Nem. Dehogy nem, hát látom, új üdvöskéd van. Csak átkocsigázunk Great Falls-ba. Te nem, te velem jössz, meg kell pucolni a kacsákat. Bazog. Oké. Okay. Hiányozni fogsz, George. Nem tudod, mitől kímélek meg, fia. De tudja. Mi az a csaj Claude-dal? Bajban vannak? Claude majd megoldja. Fiam, fiam, George. Tudod, anyád mondott valamit, amit azóta sem felejtek. Azt mondta, szívfájdalomban nem hal bele senki. Ez még azelőtt volt, hogy megszülettél. Akkoriban odalent laktunk Casperben. Egyszer csak felnézett, és ezt mondta nekem. Nem is tudom, hogy jutott az eszébe. Nesze így áll, fiam, legyen valami jó is az életben. Mond, mi aggaszt téged, George? Csak nem a lányok. He? Aggaszt a jövendő szexuális életed, igaz? Dehogy aggaszt. Nem? Akkor mi? Mi bánt, fiam?
Mi van, ha előbb halsz meg, mint én? Vagy ha anya? Ez aggaszt. Igen. Én inkább azért aggódom, hogy nem halok meg. Olyan gyorsan elszalad az élet, nem érdemes törődni vele. Menjünk a hátsó úton. Hát, a kocsi tényleg ott van. Hello. Hello. Hogy hívnak? Woody. Woody? Hol van Eileen, vagyis Mrs. Russell, Woody? Gondolom, nem a házamat jöttél kirabolni. Nem. Fent van. Azt hiszem, felment. Helyes. Jó helyen van ott. Georgie! Menjetek ki Woodyval és várjatok meg odakint, oké? Mindjárt jövök én is. Gyere, menjünk ki. Menjünk ki. Jól van. Szép itt kint. Milyen jó csönd van. A Great Plains is ide látszik. Szoktál focizni? Nem. Régebben sokat ittam. De most már nem. Hát ez egy vicc! Keresd meg a bőröndödet és tűnés! Tudtad, hogy anyád férnél volt az előtt? Igen, tudtam. Sokakkal megesik ám. Alig várják a válást. Gondolom. Na és miből élsz? A légierőnél vagyok. Ma szabad napod van? Nincs. Mi a fasz van veled? Nem érted, mi folyik itt? Ha? Nem tudom, mit csináljak veled. Fogalmam sincs. Te megőrültél, ugye? Teljesen elment az eszed. Igen? Ha? Szerelmes vagy belé? Beszélj! Nem szerelmes belém, erezd el! Gyerünk, mondd, hogy szereted, hadd lőjem szét azt a tenyérbe mászó pofádat. Jól van, nem. Jack, elég volt. Fejezd be, légy szíves. Te elmész! Azért pakoltál össze! Na rajta, tűnj el innen! Ne hidd, hogy te küldesz el. Egyszerűen lelépek. George-nak reggel munkába kell mennie. Ki kell találnom valamit, amivel fájdalmat okozhatnék. Nem tehetek róla. Honnan jöttél? Chicagóból. A külvárosból. A szüleid élnek még? Fogadok, hogy szívesebben látnának holtan. Valaki másnak kell kinyírnia, mert én nem mocskolom be veled a kezem. Tűnj el innen! Persze számodra ez a olyan ostoba dolog. Ez az egész botrány, eh?
Megértelek. Fogalmam sincs, mit tegyek. Nem lesz semmi baj. Azt hiszem, hogy talán türelmesebb lehettél volna. Talán nem kellett volna hagyni, hogy elmenjen. Ez is egy lehetőség, oké. Hibát követtem el. Itt kellett volna tartanom. Hisz nem először csinálom ezt. Talán utána mehetnénk. Mit szólsz hozzá? És merre keresnéd? Nem tudom. A kávéházban talán. Igen, valószínűleg éppen ott van, vagy lesz hamarosan. De ha megengeded, eszem előbb. Csináltam neked is, nem kell? Köszönöm. Hé, várj, várj! Mosd meg a kezed, tiszta kosz! Az apád vagyok, tennem kell érted valamit, nem igaz? Gyerünk! Gyere, a durva szó mindegy forma, fiam. Akárhogy mondhatod, mindig csak azt jelenti. Micsodát? Azt jelenti, velem mi lesz? Látod, ez az. Érted ezt? Semmi se számít, csak él. Bajba keveredtél megint? Csak kószálok. Csavarogsz, mi? Igen. Tudod, mi vár az ilyen csavargókra, George? Hm? Nem tudod? Hát, tőlem nem fogod megtudni. Egy pohár Pepsit kérek. Hogy van, édesanyád? Remek. Járt itt ma este. Nem mondta, hogy merre megy, igaz? Nem mondta. Öregem, azt hittem, már beugyozok. Elfejtettél valamit? Igen, távol tartani magam tőled. Merre jártatok Claude-dal? Ó, fantasztikusan szórakoztunk. El se hiszed, milyen sok fele jártunk. Great Falls, Montana. Gyönyörű hely. Örülök, hogy láthattam. Egy kávét legyen szíves.
Nem láttál egy zárt Pontiacot átmenni a városon? Nem mondhatnám, hogy túl sok figyelmet szenteltem az autóknak. És most hová mentek? Azt hiszem, reggel felülök a buszra. Úgy tűnik, a kis, hogy is hívják, faterja, elfeledkezett a randevunkról. Remélem, ez a hely egész éjjel nyitva van. Bezárnak, ha az éjféli váltás is elmegy. Fene egye meg. Miért nem viszel haza magaddal? Nem hiszem, hogy jól éreznéd magad. Inkább te úgy érted. Igen, azt hiszem, ez sikerülhet. Nagyon úgy néz ki, hogy sikerül. Hová mész a busszal? Kaspar, Wyoming. Két napja ott lehetnék, ha nem vagyok egy lustadög. De nyilvánvalóan az vagyok. És mi van ott? A bátyám a börtönben. Ez jól hangzik. Ugye, hogy? Mi is marhára örültünk neki. Van egy nénikém, Kaspárban. Anyám nővére. Ez nagyszerű. Esetleg meglátogatom. Üzensz neki valamit? Azt akarod, hogy oda vigyelek? Aha. Komoly? Milyen messze van? Hát, nem lehet olyan messze. Holnap nem megyek dolgozni, de fizeted a pénzt. Ó, van pénzem. Ez az ifjú hölgy jól megült a nagy fekete csődört ma este. Haláli randi a lesz Wyoming tájain. Én fogom elvinni. Csak egy percre mentem ki. Ahhoz elég, hogy veszítse vonzerődből. Felőlem indulhatunk. Én is megyek. Várjatok meg anyám kocsijában. Üzenetet kell hagynom valakinek. Kinek? A feleségednek? Az emlékirataidat írod? Drága papa, ó, ez kedves. Jól vagyok, de sajnos el kellett mennem Wyomingba. Ne aggódj miattam, jól vagyok. Ezt már írtad egyszer. Hamarosan itthon leszek, és ígérem, nem fogok lefogyni. Attól félsz, hogy lefogysz? Add ide. Lássuk, mit rejteget itt hátul. Egy horgászpot. Hoho, egy hatos csomag. Egy farmer gatya. Mit piszkálod azt a tutott klón? Ajakrúzs is van. Képzelem, mi mindent találnék még. Hol van most anyád? Ahol lennie kell. Gondolom, ott van. Mi ez az izé? Ezt adják a fogorvosnál. Hogy nyitva tud tartani a szádat? Elindulunk végre, vagy csak ücsörgünk és álmodozunk? Már indulunk is. Mit csinál apád a vasútnál? Követ fejt. És a tiéd mit csinál? Gazdálkodik. Amerikai. A gazdasági válság elől ment el, és pokoli szerencséje volt, hogy elvette anyámat. Mindent a nagyszüleitől örököltek. Nem, mintha erre utaztak volna, nem. Régi módi, rendes emberek. Mit műveltetek Shermannal? A nagyfőnökkel? Igen. Az egy szép, hosszú történet. Inkább hagyjuk. A főnök nem rossz ember ám. El tudod képzelni, hogy az éjszaka közepén imádkozni kezd egy motelben? Nem mi? Pedig így volt. Ott feküdtem és hallgattam. Hol vagyunk? Chicagóban? Szerintem rossz felemész, nekem kéne vezetni. Szeretnék lezuhanyozni, de a mosdókagylóban nem lehet. Akkor koszos maradsz. Hogy mi ebben a jó? Ezt nem sikerült kideríteni. Te vagy a jó. Te vagy a jutalom annak, aki elvisel. Hát akkor sok szerencsét hozzá. Egyedül jobb lenne, nem igaz? Ha veled vagyok, szinte egyedül vagyok.
Egészen közel kell menned, ha látni akarsz valamit. Jól nézd meg! De ne feledd, hogy van egy bátyám. Merre van észak? Szeretném tudni, hol járok. Elvitte a cica a nyelved? Neked hazudtak valaha a szüleid? Miért? Neked hazudtak? Nem tudok róla. Remélem, az enyémek igen. A felesége kíváncsi mindenre, amit ők tudnak, vagy igen? Igen, én az vagyok. Ah. Azt hiszem, iszom egy meleg sört. Hé, hey, fogtam egyet! Ezt nézzétek, fiúk! Ezt nézzétek! Hú! Bolond ez a pasas. Dehogy bolond, nagyon okos. Csak nem akarsz olyan lenni, mint ő. És ő lenne olyan, mint te. Ho, oh, ezt nézd meg, öregem! Oké, okay. Igazságtalan voltam. Végül is a haverod. Ezt nevezem, ez nem semmi. Fantasztikus, milyen nyugalom van itt. Nem tudom, miért hiszem, hogy van időm itt heverészni. A te dolgod, gondolom. Ez az, most megvan! Van barátnőd? Nincs. Akkor mondd, miért szégyelled magad? Nézd meg, én nem szégyellek semmit. Pedig nem vagyok ma született bárány. Nézzetek már ide, hé! Semmit. Én nem csináltam semmit. A hazugság, az is szégyelni való. Te persze semmiért nem szégyenkezel. De igen. Szégyellem, hogy egyetlen szó nélkül eljöttem otthonról. És szégyellem azt az éjszakát Shermannal a motelban. És mindezt két nap alatt. Anyám nemrég elment otthonról, és én örültem neki. Ezt nagyon szégyellem. Ez is szégyenletes hazugság, nem látod? Ő így is úgy is jól érzi magát. Gyertek már, ezt láttatok kell, hé! Miért nem csókolsz meg? Csak egy kicsit. Nem érdekel. Hadd lássa meg. Csak csókolj vissza. Mi a fenétől félsz? Hé, mi van? Berúgtatok, disznók? Ne jelzd a féltékenyt! Nézzétek meg ezt a halat! Őrült nagy hal! Nézzük meg már azt a halat, akkor talán béké hagy. Hát nem óriási? Egy igazi nagy hal. Biztos ehető is. Micsoda meglepetés lett ez szegénynek. Hirtelen minden dolog a visszájára fordult. Vajon mire gondol? Egy hal nem gondolkodik. A fene essen bele. Ez a tök veszélyes. Mi az? Így horgásznak az indiánok? Oké. A tiéd lehet, csinálj vele, amit akarsz. Nekem nem kell, az biztos. Oké. Add ide azt a kést. Még a végén megölsz vele, he? Csak szeretném megszabadítani a szenvedéseitől. Oké, csinál csak. Na tessék, ezért is szégyeljem magam. Nem. Fogadjunk, hogy te mindent megcsinálsz, he? Nincs az a disznóság, amire nem vagytok kaphatók, ti kanadai lányok. Én is követek el bűnt. Néha. Szerinted mire vagy te jó, mi? Mindenki tartja magát valamire. Vagy te csak egy senki vagy, mi? A magad fajta mind egyforma számomra. Nem kell ez a színjáték, hé! Ebből elég, Claude. Megkapom, amit akarok. Ne. Claude. Claude, visszaviszlek a városba. Felszállsz a buszra. Fejezzük be ezt. Ülj be a kocsiba, van pénzem, veszek neked egy-egyet. Cseszd meg. Oké? Okay. Cseszítek meg. Na hát, fiúk, imádlak benneteket. Elbűvölőek vagytok. Baszd meg! Isteni.
nem. Csezd meg! A nagy halász. Kíváncsi vagyok, mire gondol most. Te vagy kölyök korodban a családdal? Akkor készült, mikor apa eljött a légierőktől. Repülőgép műszerésznek készült. Mikor nem sikerült, elment dolgozni a BM-nek. Szerelőnek. Na és te mit tervezel a jövőddel? Szeretnék egyetemre menni. Bekerülni a boxcsapatba. Persze, csak ha van boxcsapatunk. Az egyetem a másik irányban van, igaz? Nem. Így igaz. A barátságos wyomingi Kaspar. Micsoda hely. A bátyám nem ilyennek írta le. Talán, ha sokáig itt maradsz, megszokod. Mit lehet itt egyáltalán csinálni? Verekedni, lopni. A szokásosat. Igen, tudom, hogy ez kiváltság és nem jog. Igen, kanadai vagyok, így van. Bazd meg! Nem egyszerű, ha a bátyád dutyiban van. Nem beszélhetek vele. Hát ez várható volt, nem igaz? Egyébként, mintha eddig nem lett volna olyan sürgős. Igen, tudom. Hol fogsz aludni? Van itt egy nagynéném. Ó, igen. Valahol. Ki tudod fizetni a szállást? Igen, van spórolt pénzem. Különben is megérkeztem. Szerencsés vagy. Hát, velem maradhatsz ma éjjel, amíg nem döntesz. Hányszor jártál már motel szobában? Lányokkal? Nem sokszor. És tekintetbe véve a környezeti ártalmakat? Egyszer sem. Akkor ez most nagy esemény, igaz? Kár, hogy nem a szerelmeddel vagy itt. Nem mintha ez különbséget jelentene. Egy férfinak, vagy fiúnak. Nem tudom, melyik vagy. Nem jelent semmilyen különbséget. Te valószínűleg szerelmes vagy belém, ugye? Nem. Nem vagyok. Helyes. Azt jól teszed.
Hey! Hey! Mire készülsz? Az az én dolgom. Valami baj van? Na, munkát keresel. Ami sokat fizet, igen vagy nem? Nem. Farmer vagy? Nem. Engedd, nem versz át. Biztos nem kell munka. Tudok adni? Igen, biztos. Jó. Szia, Judy, George vagyok. Aileen fia. Ó, Jézus Máriam, ez nem lehet, igaz? Gondoltam, beugrom és... De hát olyan pici fiú voltál, hogy lettél ilyen hatalmas? És jó képű. Ó, gyere be, gyere! Harley! Harley! Nem akarom, hogy felkelj a tolószékből, vagy ilyesmi, de talán ki van itt. Ez George! Emlékszel George-ra? A nővérem egyetlen fia, és nézd, nézd, milyen szép szállegény lett belőle. Nem mondom. Hogy vagy? Jól. Jól megnéztél, nem igaz? Hát ez hihetetlen. Egy égi veszelő. Épp ebédelni készültünk. Gyere, ülj le szépen, és tarts velünk. Gyere csak, George. Előbb mutatok neked valamit. Harley, az Isten szerelmére enged, hogy leüljön. Jól van. Ez az. Itt is vagyunk. Felmelegít hideg éjszakán. Én mérnök vagyok, tudtad? Igen, tudtam. Már találkoztunk. Igen? Nem emlékszem. Judyval itt találkoztam a Wyoming Street-en, a városban. Két nappal azután, hogy leléptem a seregből. Azért jöttem ide, hogy gazdag legyek. Értem. Igen. Tudod, mire képes ez a szerszám? Persze. Bármelyik cowboyt megszabadítom a skalpjától, öregem. Úgyhogy sose találja meg. Miért csinálnál ilyet? Miért ne? Ők ültettek be ide. Mit gondolsz, hogy kerültem ebbe a székbe? Ott álltam a fúrótorony alatt. Valaki kinyitotta a kajásdobozát. És lejtett egy narancsot egyenesen a fejemre. Azóta vagyok ide láncolva. És egy nap, amikor majd feljönnek ide, hogy befejezzük a munkát, és majd itt várom őket, készen, a válaszszól. Tényleg azt hiszed, hogy ide jönnek, ide a házba? Én nem látok senkit. De hogy nem jönnek, jönnek fehér lepedőben. Belépnek ott az ajtón, és tűn! Hát ez a válaszom azoknak a szemteleneknek. Vom! 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 Igen, ez jó. Jó, bizony. Hát nem óriási. Figyelj, ez az én személyes küldetésem, fiam. Úgy szenvedtem, mint egy kutya. Valakinek meg kell fizetnie ezért.
Ez igaz. Igen. Ez igaz. Olyan igaz, mint ahogy itt ülök. És az biztos, hogy itt ülök. Még nem fejezted be az iskolát, ugye? De igen. A nyári iskolában végeztem. Hány éves vagy? 18. Tényleg? Hát ez hihetetlen. Megöregedtem. A család sem olyan már, mint régen. Olyan összetartó. Együtt vakációztunk azelőtt, Harley balesete előtt, mikor kicsi voltál. Az idő elválasztja az embereket. Nem hallottál édesanyámról? Gondoltam esetleg felhívott, sőt azt reméltem, eljött hozzátok. Miért? Hová ment? Egy kicsit összevesztek apámmal. Min vesztek össze? Azt sajnos nem tudom pontosan. Anya dühös lett. És elrohant. Kivel ment el? Senkivel. Elrohant és kész. Senki nem megy el csak úgy. Szerintem legalábbis. Ha egyedül mész el, egyedül is maradsz. És senki sem szeret egyedül maradni, ezt jobb elhiszed nekem. Akárhogy is ő ezt tette, végül is te sem tudhatsz mindenről mindent, ugye? Hát épp eleget tudok, az már egyszer biztos. Különben se jönne ide. Miért nem? Miért nem? Mert túlságosan is szeret engem, azért nem. Harley! Nem, még ebben a tolószékben sem tudott ellenállni nekem. El se tudott képzelni, fiam. Harley, nem mondd ezt, ez nem igaz. Ez nem igaz, George. Eileen nem csinált soha ilyesmit. Az anyáról van szó, az Istenért. Miért hazudsz neki? Én soha nem hazudok. De igen, igenis hazudsz. Tele vagy gyűlölettel. Soha nem tenne veled ilyesmit, ebben biztos vagy. És miért nem? Miért gondolod, hogy nem? Talán valami nem stimmel velem? Nem, nincs veled semmi baj. Csak a nővére férje vagy, és kész. Így van. Ő soha nem tenne ilyesmit. Soha nem tesznek ilyet. Na ez az, amit soha... Senki nem tesz. Senki nem csípi a rossz fiúkat. Egyedül ment el? A nővére vagyok, én megbocsátom neki, ha nem. Nem egyedül. Végül is apa küldte el. Hajlamos rá, hogy néha... eltúlozza kissé a dolgokat. Te meg elindultál, hogy megkeresd. Ezért jöttél ide, ugye? Azt hiszem, nem tudom. Te mindig tudod, hogy mikor mit csinálsz. Nem mindig, ez igaz. Hát, nem állunk olyan közel egymáshoz. De azért felhívhatott volna. Mindenki követ előrültséget. Én is elmentem már, 4-szer is. De mindig visszajöttem. Na és Harley utánad ment? Nem igazán. A tolószékkel nem jut messzire. Meg kellett várni, amíg visszajövök. Én ugyan nem bántam meg. Hát felnőtt férfi lettél, Georgie. Szomorú, igaz? Mennyi mindenre kell odafigyelni. Nem lesz semmi baj. Vagy ha lesz is, túléled.
Kemény fiúk versenye. Első díj $100. És hogy gondolod, hogy csak valakit úgy kihozol a börtönből? Van egy isteni tervem. Na, hadd halljam én is. Oké. Mondjuk, hogy ez igaz. Ha bajban vagy, keríts valakit, aki még nagyobb bajban van. Az majd segít. Ez a nőkre sajnos nem áll. Ó, és akkor mi áll a nőkre, szakértő úr? Apám azt mondta, soha ne kezd olyan nővel, aki nagyobb bajban van, mint te. Miért jöttél el otthonról egyáltalán, ha? Remélem, nem bánod. Leszoptam a te híres barátodat. Klaus, Clark, vagy hogy hívják. Túl nagy bajban voltam ahhoz, hogy segítsek magamon. Igen. Miért ne, ha neked jól esett? Ó, nekem is jól esett, de neki különösen. Erről biztosíthatlak. Hé, akarsz verekedni? Nem akar. Hé, bács! Mindjárt jövök. Kölcsön kérhetem a töltőtolladat. Kösz. Mi a vezeték neved? George. George, micsoda? Mondjuk George nem fog a tollam. Miért? Szép indián név. Még a pöcsöt se tudod kirázni pisilés után. Gondolod? Miért nem mész és nyersz $100? Nekem nem ér ennyit. Mióta nyújtok ilyen érdekfeszítő látványt? A fene se törődik veled. Rád néztem, de közben másra gondoltam. Gondolom, nem először fordul veled elő. Szétkúrták a pofám, és azt nem szeretem. Én is erre gondoltam. Anyámmal is ezt csinálták. Szétkúrták. Hát nem vicces? Nem. Hát igen. Szerinted nem vicces. Szóval, mi van? Apád meg anyád rendesen összerúgták a port? Mit csinált? Felvitt magához valami barmot. Apám hazajött és kidobta. Gondolom, lefeküdt vele. És apád mihez kezd? Nem tudom. Leginkább semmihez. Újra össze akarod hozni őket? Kicsi kupidom.
Igen. Baromság. Világra szóló baromság. Akkor nem, most jobb. Nagy marha vagy kisapá. Ez az igazság. Oké, elmegyek veled innen. Van jobb ötleted? Ha van, ki vele? Mert szeretnék eltűnni innen. Itt hagyhatlak a bátyádra. Én nem bánom. Nem, azt ne tedd. Ilyen butaságot miért tennél? Jobb, ha itt vagy velem. Igazán. Megvédheted az érdekeimet. Az érdekeidet? Egy csomó pénz van ám nálam. Mennyi? $6,000. Amerikai dollár. Hol van? Itt a matrac alatt. Épp rajta fekszem. Megmutassam neked? Igen. Nem bízol benne? Hol szerezted? Apámtól. Folyton vele volt a pénze, meg minden egyéb ebben a tárcában. Bankban nem tehettem, mert körözik Amerikában. Úgyhogy kölcsön vettem tőle. Egy nap visszaadom. Talán. Ez az indián tudott verekedni, nem bírtam vele. Tudom, hogy nem. Nem bírtál vele. Ha bírtál volna, győztél volna. Akkor se győznék, ha ezerszer kiállnánk, és egyre jobb lennék. Néha nem győzhetsz. És ez hihetetlen. Nem bírod elviselni, hogy vesztesz, mert győztes vagy. Ha csak gondolatban is. Aztán hozzászoksz a vereséghez. Mondj olyat is, amit még nem tudok. Bárcsak mondhatnék. Ott üljön le. Oda-oda, középre. Szeretnék kérni egy távolsági hívást apámhoz, Jackhez. És az ön neve? George. Köszönöm, George. A hívott fél nem válaszol. Akarja, hogy megismételjem a hívást? Nem, köszönöm. Na, és mit csinált a bátyád? Ellopott pár olajszállító kocsit, és elkapták. És hová megyünk most? 17.90 Madeira. Itt találkozom a fickókkal, akiknek fizetnem kell. Milyen fickókkal? Akik együtt voltak Johnnyval a buliban. Kint vannak, és tanúskodni fognak ellene, hogy mentsék a bőrüket. Na, és mit szól apád, hogy elvettél a pénzt, ha? Legalább megspórolom neki ezt a kalandot. Nem az a veszélyt kedvelő típus. Nagyon szereted a bátyád. Igen, szeretem. Talán hozzá is mennél, ha nem lenne a bátyád. Erre nem gondoltam. Ki a fene gondolna ilyesmire? Hát mindent megteszel érte. Á, ha nem lenne baj, én csinálnék. Mindig botrányt kell csapnom, hogy ébren maradjak. Oké. Okay. Most már talán magam is elintézem. Nem, nem hiszem. Segítek. Rendelt valamelyikötök pizzát? Mi ez? Ágyhozszállítás vagy mi? Ha? Johnny miatt jöttem. Ki az a Johnny? Nem ismerem. A bátyám. Az ő baja. Talán megmondaná, hol találom Bobot. Bobot?
Babát. Én vagyok Bob. Maga? Szolgálatára. Ki kell hoznom Johnnyt a börtönből? Fizetek, hogy elhagyja a várost. Ha elmegy, nem lesz, aki tanúskodjon ellene. Na és mit van? Pucérképek magadról? Vagy róla? Vagy mi? Hoztam pénzt. No csak. Fáradjatok be. Vendégek jöttek! Na gyertek csak ide, a nappaliba. Barátságos itt. Oké. Oké, akartok kávét vagy üdítőt? Narancslét? Narancslét betéttel, tudod? Ha-ha. Én egy mimózát kérek. Legfeljebb pesgővel szolgálhatok. Ők az én ügyfeleim. Szeretem a pesgőt. Sziasztok! Szia! Várj egy kicsit, ez nem szabályos szó. Fülöp, az név nem lehet. Nézd meg! Meg is nézem. Ez olyan kvízjáték. Hát nem gyönyörű ez a ház. Nem akartok leülni? Nem. Szóval, mit tudtok ti mindenre elszánt alakok ajánlani nekem? Szarzsák. Szaros. Van pénzem. Persze most nem hoztam magammal. Betűz. Ha volna hozzá elég betűm. Miért? Hol van? Eldugtam. Úgy értem, bankban van, vagy utazási csekken, postai átutaláson, bélyegekben, vagy mi a faszban? Készpénzben. Készpénzben? Mennyi? $6,000. Az rengeteg. Miért hinnék neked? Nem tudom. Talán mert szeretne kijutni innen végre. Szeretnénk kijutni innen, mister? Persze. Én csak azt akarom, hogy ne tanúskodjon a bátyám ellen. Mi a neved, amigo? George. Na és hogy érzed magad, George? Jól, kösz. Jól. Ezt örömmel hallom. Miért? Miért tanúskodnék én bárki ellen? Én nem csináltam semmit. Engem nem keres senki. Miért bíznék meg benned akárcsak egy percig is? Ha? Talán egyszerűbb lenne szétlőni a fejeteket, ha? Miért ne? Szálljatok le rólam, jó? Mert a végén még a saját agyamat locsantom szét. Talán tisztában tudnék gondolkodni, ha? Nem kell bízni a senkiben. Hát az meg hogy a fenébe lehet? Nem bizalmon alapul a világ? Először megkapja a felét, a többit majd, ha elment. Nem. Ne okoz nekem kellemetlenséget, oké? Okay? Oké. Okay. Mert hát hogy fogom megkapni? Tehát elküldöd nekem? Mi a címem? Na és az irányítószám? Elküldöm, csak mondja meg hova. Ez megint bizalom kérdése. Megkapja. Esküszöm magának, esküszöm. Esküszik? Én hiszek neki. Te hiszel neki? Látod, kit vettél el? Jól van, megmondom, mi legyen. Hol szálltatok meg? Hol? A Lusta Macska Motelban. A főúton. Oké, tudjátok mit? Ott lesztek ma este 8-kor. Ha elmegyek, talán köthetünk valami üzletet. Ha nem, akkor átvertelek titeket. Na, hogy tetszik? Remekül. Helyes. Remekül? Mert ezt akarod. Nem igaz? De igaz. Jó. Te is, George? Igen. Csak nem akartok rászedni engem. Csak nem akarjátok elrontani a napomat. Nem. Akkor tűnjetek el innen. Fel kell hívnom valakit. Felhívom az utazási ügynökömet, oké? Okay? Nina? Kikísérnéd a vendégeket? Oké. Okay.
hogy nem vagytok az időjáráshoz öltözve. Legszívesebben adnék nektek kabátot, olyan eső lesz, mint a fene. Kéne neki egyszerre adni az egészet. Ha Bob nem találja meg, rögtön még kiborul. Csináld, amit mondott. A másik 3000-et megkapja, ha elküldte a kulcsot. Ha a bátyád nem jön ki a dutyiból, nem kap semmit, oké? Okay? Mitől vagy ilyen okos? Mutatok még valamit. Van egy trükköm. A 93-asban van a pénz. 41-esben a levegő. Nesze. Nem, tartsd meg az igazit. Valahogy nem bízom magamban. Rám jött a remegés. Te jobban el tudod intézni, mint én. Reméljük. Itt nekem az Isten szerelmére. Ez nagyon fontos. Talán szükségem lesz rád. Sörtől nem rugok be. Persze, nagyfiú. Kemény legény vagy. Adj egy kortyot. Nem hogy ez egy jó ötlet volna. Persze, mit számít? Ha belevágsz, hát csináld végig. Nekem mindegy, hogy így vagy úgy, nem számít. Szegénykém, elvesztél. És azt hiszed, megtaláltak. Ez borzasztó. Sziasztok! Készen vagytok? Igen. Hol van Bob? Azért jöttem, hogy odavigyelek. Vár minket. George is velem jön. Hát az nem volt benne a tervben. Nem hiszem, hogy túl jó ötlet volna. Akkor nincs alkú. Jönnie kell. Na jól van. Igyekezzetek, ne tartson egész éjszaka. Hol van Bob? Épp ő hozzá megyünk. Ti ketten rokonok vagytok? Nem. Ó, pedig azt hittem, igen. Valahogy hasonlítotok egymásra. Nem így van? De... Honnan jöttél? Montanából. Ó, az szép. Ideális hely a család alapításhoz, azt hiszem. Minden olyan... Olyan egyszerű arrafelé. Minden tisztában lát az ember, én így képzelem. Igen, így van. Art és én már 4 éve vagyunk házasok. Na persze, azelőtt is együtt éltünk egy darabig, úgy 1 évig, ugye? Igen. Van 2 srácom is egy másik házasságból. A texasi San Antonióban laknak. Más néven a... Kanálisok városában.
Tudjátok, nem bánnék még egy gyereket, ha Art is szeretné. Szeretném. Miért ne? A gyerek jó dolog. Mi már elég öregek vagyunk, hogy akár a ti szüleitek legyünk. Hát igen. Sőt, elég öreg, hogy az én szülőm legyen. Milyen üzlettel foglalkoztok? Biztosítással. Dolgoztam egy vállalatnál, aki olajkutakat biztosított az olajüzletben. Mi van itt? Csak olajmező, semmi különös. És te mit szeretsz csinálni, fiam? Boxolni. Ezek szerint meg tudod védeni magad? Igen, meg tudom védeni magam. Na és ilyesmivel szemben is tudsz védekezni? Art! Nézd, gúj! Ez egy bandát elintéz. Nem értem, minek az a puska? Mi nem akarunk semmit. Ne aggódj, Szivi, nincs semmi baj. Art mindig hord fegyvert, még a fűszereshez is. Nem látom. Sehol se látom Bobot. Mindig elkésik. Jól van, kifelé, kifelé, kedvesem. Te is, gyerünk, gyerünk, kifelé, fiam. Úristen! Bobot baleset érte. Ő és Nina akarták elhozni a pénzt, én meg várjak rájuk. Hát ez a feltétel vajon nem tetszett nekem. Így aztán baleset érte, ő nem az a típus. Nina szeret engem, szóval... Szóval itt van. Itt van, Bob. Na és én mit csináljak? Vedd ki! És vidd oda ahhoz a kúthoz, amelyik nem működik. Látod? Vidd oda a kúthoz. Nem nehéz. Segítesz te is neki. Ó, nem kell, ha nem akarsz. Boldogul egyedül is. Hát segíts inkább te az Istenért. Oké, emeld fel a deszkát, nincs leszögezve. Az majd melegen tartja. Kibaszott szél van itt. Elég volt. Ne szórakozz itt! Mi az az egész? Úristen, ne üsd meg, Art! Mit gondolsz, mi ez? Valami hülye Westerfilm, he? Megöllek, kisapám! Ez a Szivi, szorítsd oda a kendőt, hogy elálljon a vérzés. Jól van. Jól vagy? Tedd már bele az Istenért! Jól van. És most kérem a pénzt. De azonnal. Add ide a pénzt. Pénz kell neki. Add ide a pénzt. Oké. Messze. Úristen. Oké. Semmi baj. 3000. És hol a többi, mi? Hm? Tudom, hogy több van. Mindent akarom. Nem ez volt az alkú. Nincs semmiféle alkú. Az alkú ott fekszik, látod? Akkor kapja a második felét, ha Johnny kijön a börtönből. De nem jön ki. Megölt egy kútkezelőt lenne tronában. Utálta a kútkezelőket. Nem kerül ki, de látom, ezt elfelejtettek közölni. Mondta. Igen. Felnyásolta a fickót egy csavarhúzóval. Magam láttam. Oké, adjátok ide a többi pénzt is. Rengeteg halott ember van itt. Senkinek nem fog feltűnni.
Nálad van a kulcs? Adod a kulcsot! Adod a kulcsot! Itt van, tessék! Mi a franc egy megőrző kulcsa? Egy csomag megőrző kulcsa? Nem ő volt. Igen. A buszállomáson van. Én ugyan nem megyek oda, utálom a buszállomásokat. Akarod a többi pénzt, vagy nem? Nem megyek a buszállomásra! Vedd ki a bilincseket a kesztyűtartóból. Na, gyerünk! Remélem, nem húztam túl szorosra. Nem akarom, hogy elszorítsa a vérkeringést. Túl nagyot ütöttél tisztára a reszket. Hihetetlen, hogy azzal a deszkával támadtál rá. Mi? Ha nem találom ott a pénzt, magam jövök vissza hozzátok. És akkor meg lehet, hogy lesz némi kellemetlenséged. Nem lesz semmi bajotok. Nem hiszem, hogy itt kéne hagynunk őket ilyen állapotban. Igazán? Szerintem vigyük őket magunkkal. Ó, nem akarod, hogy itt maradjak velük? Nem. Azt nem akarom, nem. Hát akkor viszont induljunk, baby. Át tudsz mászni alatta? Oké. Nem, nem megy, nem tudok. A kurva életbe! Iszonyú hideg van. Megfagyok. Megfagyok. Hé, hey, szorítsd össze a kezed. Szorítsd össze a kezed. Jól vagy? Valahogy tüzet kell gyújtanom. Van gyufád? Ne, felrobbanunk. Szeretném, ha tudnád, hogy nem csináltunk semmit a haveroddal. Klaus vagy Claude. Azt hiszem... Úgyse hittem el. Bár, megkértek, legyek a felesége. Szinte látom, hogy férhez mész. Ki ez? Hozzád? Nem. Nem hozzám. Valaki máshoz. Oké. Oké. Nagyon fázom, Georgie. Nagyon fázom. Mi szomorú vagyok. Szomorú? Nagyon szomorú. Ne aludj. Feleségül veszlek. Esküszöm. Ti meg mit csináltok itt? Ez már kívül. Nos? Volt időd, nem igaz? Igen, volt. Esély, mi jár a fejedben? Mit fog csinálni a bátyjával? Ne törődj ezzel a fiúval. Egy világ választja el tőled. Mind gondolkozol még? Hát, szeretnék hazamenni. Elég bajt okoztál, igaz? Eleget bulisztál? Igen, elég volt. Nem bírnál ki több mulatságot, igaz? Így van. És még? Semmi.
Hát akkor csak eredj haza, fiam. Abban az esetben, ha sikerül felhajtanunk Mr. Falcont és Miss Bennettet, hol találunk meg, hogy tanúskodj ellenük? Broadway, Montana. Akkor rendben is van. Egy hölgy vár odakint, hogy hazavigyen. Nem tudtam felhívni apádat. Biztosan dolgozik. Igen, biztosan. Haza kéne menned. Nagyon könnyen a rossz útra tévedhetsz. Lehet, hogy te nem így látod, de... Egyáltalán nem így látom. Egy csomó dologról nem akartalak faggatni. Biztosan észrevetted. De hamarabb is felhívhatnál volna. Kihúzhattalak volna a fogdából, hisz a rokonod vagyok. Igen. Az a szegény kislány. Szerettem volna megkérdezni, hogy hogy akadtál össze vele? Meg az a másik a gödörben és a két társa, hogy keveredtél közéjük? Meg is ölhettek volna. Gondolom. Nem te lettél volna az első. Szerencsém volt. Ez nem szerencse. Bal szerencse. Hallottam anyádról. Hol van? Rock Springsből hívott fel. Nem tudom a részleteket, csak arra kért, hogy küldjek neki pénzt. Hát küldtem. Szeretne látni téged. Nem tudom, mit mondjak, George. Végül is az anyád. Oké. Tudod, nincs kedvem hazamenni. Arra gondoltam, itt maradok, miután elmész. Felhívok valakit. Harleynak rossz napja van. Azt hiszem, hamarosan összeroppanok. Nehezen viselem, pedig szeretem őt. Mókás, igaz? A 14-es busz Westbound-ból Seattle felé 5 perc múlva indul. Mikor megy a következő busz San Franciscóba? Ma este 10-kor. És éjszakra? Éjszakra? Kanadába? Nem, Montanába. Great Fallsba. Billingsbosben, Batte, Helena és Great Falls 5:28. Oké, okay, Great Fallsba. Isten veletek. Sosem oda mennek a buszok, ahová kéne, igaz? De, néha igen. Emlékszel még rám? Találtál munkát? Nem munkát kerestem. Hova mész? Haza. Hova haza? Broadway, Montana. Mit csinálsz ott? Ott lakom. Le vagy égve? Nem. Úgy nézel ki. A látszatcsal. Még mindig az utcán keres munkásokat? Úgy döntöttél, mégiscsak pénzt akarsz keresni, ha? Mivel? Munkával, igen? Ez az egy módja van, ha csak nem lopsz. Milyen munkával? Van egy olajmezőm Chiletben, kemény meló. Az hol van? Messzire innen, én mondom. Kocsival fél nap, busszal viszont 20 év. És hogy jutok oda, ha? Elviszlek. Nem értek az ilyen munkákhoz. Hát akkor meg kell tanulnod. Tanultál már valamit az életben? Igen. Egyedül élsz apáddal, igaz? Nem a maga dolga. A szüleid elváltak? Nem, nem váltak el. Otthon vannak. Mi történt a kezeddel? Semmi.
Elvállalom azt a munkát, ha lehet. Tudok dolgozni. Nem tudom. Gyere csak velem, fiam. Hová? Gyere, gyere. Ne izgulj, megmutatom. Mi az? Mi a fene ütött beléd? Csak nem félsz? Nem. Minden városban az az első, hogy egy rendes éttermet keresek magamnak. Na most, ez a hely, amit a legjobban szeretek, az Enrique, zárva van. Ez nagy kár. Ez nagy kár, mert elárulom neked, imádom az olasz kaját. Lasagne, fettuccini, spaghetti. Na jól van, fiam. Megöllek! Oké, Jézusom, te majdnem kinyírtál. Mi a francot akarsz? Húzd ki innen, jó? Húzd ki magad! Tudod, semmi értelme, hogy puhány fickót vigyek magammal. És te annak látszottál. Szóval... Csak így kapta meg az állást? Ez így működik. Cseszd meg az egészet, öreg! Heti 600 dollár. Elvállalod? Nem. $800. Oké. Megkapod. Szóval, le vagy égve, igaz? Persze. Oké. Nesze. Vedd el, de ne ide. Rakd félre az egyetemre. Nem hiszem. Majd vele jössz. Na, ülj hátra. A nevem Billy. Billy Abbott. George. George. Jól van. Én mondom, egyre nehezebb megbízható munkást találni. Ti farmerek tudjátok, hogy kell dolgozni. Nem vagyok farmer. Srácok, sose lennék gyerek többé.